Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. A C feladatban ezt az integrált kell megadjuk az elemi törtekre bontás módszerével. És láttuk az előzőekből, hogy azzal kell kezdenünk a feladatot, hogy ezt a kifejezést oly módon átírjuk, hogy a nevezőbe szorzatot lásson. A szorzat alakítást pedig itt külön végezzük el, az y-y. Első lépés, hogy az y kiemelésével tudjuk szorzat alakítani, ugye itt y-1-et látunk akkor, és ezt a második tényezőt pedig azonosság alapján tudjuk tovább bontani, y-szor, ugye y-1 x y+1. Ezt másoljuk fel oda a nevezőbe, y-szor y-1 x y+1. És a módszerünk azt mondja, hogy itt ahány darab tényezőt látok a nevezőbe, annyi törtre tudjuk szétszedni ezt a kifejezést, méghozzá úgy, hogy az első törtnek a nevezője az az y lesz, meg a másodiknak az y-1, a harmadiknak pedig az y+1, és keressük azokat a valós számokat, amelyeket, ha beírjuk a számlálóba, akkor ez a kifejezés, vagy ez az egyenleti igaz lesz. A három törtet össze kell adjuk, keressük meg a közös nevezőt, az az y-szor y-1 x y+1 lesz, és a számlálóban pedig az a-szor y-1 x y+1, meg b-szer y-szor y+1, meg c-szer az y-szor y-1-et látjuk. Ugye ez a két tört megegyezik egymással, nevezők egyenlők, akkor a számlálóknak is egyenlőknek kell lenniük. Szóval az 1 az egyenlő kell legyen az a-szor y-1 x y+1-el, meg a b-szer y-szor y+1, meg c-szer y-szor y-1-el. És ugye az előzőekben láttuk, hogy itt ennek a nevezőnek, a kifejezésnek a gyökeit kell behelyettesítenünk, tehát az y=0, y=1, és az y=-1 értékeket kell a bal és jobb oldalra helyettesíteni. Kezdjük az y=0-val, de igazából itt a bal oldalon mindig egyet fogunk látni. És y=0 helyettesítéssel ugye itt látok benne y-t, úgyhogy itt a b és a c betű kiesnek. Innen pedig a 0-1, 0+1, ugye -1 x 1 = -1, szer az a, ugye az -a lesz. Innen az a betűt meg is kaptuk, hogy -1. y=1-et helyettesítve, itt látom, hogy itt az y-1 ugye az 0 lesz, itt is ezt látom, szóval az a betű és a c betű itt kiesik, ezt kell nézzük csak, hogy 1 x 1 = 2, 1 x 2 = 2, b az, amit itt látok, innen pedig a b betűt tudjuk ugye megadni, hogy az 1/2. Ugyancsak ugye -1-et helyettesítve, itt látom az y+1-et helyettesítéssel itt 0-t kapunk, itt is ugyanezt látom, szóval itt az a és a b betű fognak kiesni, és akkor vizsgáljuk ezt, ugye -1 x a -1 - -1 = -2, -1 x -2 = +2, szóval itt 2 c-t látunk a jobb oldalon, a c betű innen az 1/2 lesz. Tehát az elemi törtekre bontás az úgy néz ki, hogy az a betű helyére akkor -1-et írhatunk, az a -1/y, meg a b betű helyére az 1/2-et írva, az az 1/2 / y-1, meg a c, ugye az is az 1/2 / y+1, ugye ezzel az elemi törtekre bontást megcsináltuk. És akkor nézzünk vissza, hogy mi is volt a feladat, ugye ennek az integrálnak a megadása. Itt ilyen tovább egyenlőségére írok inkább. És akkor ez a kifejezés helyett írhatjuk be ugye ezt az alakot. Tehát itt -1/y, meg az 1/2 / y-1, meg az 1/2 / y+1-et kell ugye
akkor y szerint integrálunk, és tudjuk, hogy tagonként tudok integrálni, illetve a konstans szorzó tényező előrehozható az integrálás elé. Szóval itt látom, hogy mínusz egyszer az 1 per y integrálja, az mínusz ellen abszolút értékben y, meg az 1 kettedet előreírva, szorozva az 1 per y mínusz 1 integrálja, az az ellen abszolút értékben y mínusz 1, meg az 1 ketted, szorozva az 1 per y plusz 1-nek az integrálja, az az ellen abszolút értékben y plusz 1, plusz a konstans. Ezzel az integrált megadtuk.